Üdvözöllek benneteket a legújabb videómban, ez pedig egy ilyen könyvbemutató lesz, amiben ezt a könyvet fogjuk bemutatni. Minecraft teljes gyűjtemény a kreatív építéshez. Nem akarok spoilerezni, úgyhogy inkább vágjunk is bele. Most egyelőre azt fogjuk csinálni, hogy így megpróbáljuk kibontani, és akkor megnézzük, hogy mi van benne. Fontos, vagy nem fontos, de most ezt meg, hogy ez egy ilyen sorozatban jelent meg, aminek az a címe, hogy Minecraft útmutatók. Ez abban jelent meg, és akkor vannak benne ilyen könyvek, amik a sorozatból vannak benne. De azokat most nem szeretném elmondani, mert ez már spoiler lenne. Tehát ez teljesen ebben a formában érkezett. Nem csak a papír szedtük le, még nem néztük meg, hogy mi van benne, hozzá se nyúltunk. Most itt kibontottam. Van egy ilyen szép papírkeret. Jaj, ezt is fordítva kéne. Nem tudom, hogy ez így most micsoda. Itt tréfálkoznak velünk, vagy ez tényleg így kéne. Csak azért, mert ugye így szét lehet így bontani, és akkor ez megakadályozza. Most akkor itt láthatjuk az egészet. Semmi ezért nincs rajta. Már csak kell bontani. Jó. Itt az oldalán úgy látom, hogy van egy ilyen... Hogy hívják? Kis fogantyú. És akkor ez így van. Tehát külső, belső rész. Amit itt látunk, valószínűleg nektek is ez az első lesz itt fölül. Na, ez egy vasgólem. Itt látszódik. Mert tartozik egy hógólem és egy vasgólem is. Ez még mindig a vasgólem, és akkor itt van a hátulján a hógólem is. Aztán itt lesz egy ilyen szép nagy poszter. Tehát, hogy ne téveszem meg senkit. Ez egy nem olyan kicsi, mint a képeken van, mert lesz róla fotó, hanem nagy. Tehát így ilyen szép váracska. Engedjétek meg, hogy ezt én így én megnézem magamnak. Első könyvünk pedig elég vékony. Útmutató a tervezéshez. Hát ez csak egy ilyen kis füzet. Most, bocsánat, de nézzétek meg, hogy milyen vékony. Tehát konkrétan ténylegesen egy füzet. Következő könyvünk. De nehéz ez ki. Jaj. Jó. A következő pedig egy ilyen útmutató az építéshez. Ennek van a sorozatban megjelent kiadása is, mert ezek kiadása is, bocsánat. Ez a könyv egy csomag része, itt van a hátulján. Azért, mert itt lehet, hogy láttátok hátulján. Ez a Minecraft útmutatók című sorozat része, mit mondtam. És ezért van egy ilyen már, csak egy kicsit kisebb, kb. Ekkora, így meg vastagabb sokkal. Én azt úgy emlékszem, hogy elolvastam, és annak az a címe, hogy útmutató a kreatív úthoz. De ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Majd megnézem a olvasónaplómat. Vagyis a... na mindegy. Van még egy harmadik könyv. Jaj,
Ez pedig a Minecraft középkori vár. Robbantott tervrajzok. Most itt úgy látom, hogy ilyen tervrajzok lesznek. De konkrétan mindegyik így külön. Tehát nem biztos, hogy jól látszik, de külön van mindegyik. És hát úgy látom, hogy ez ennyi volt. Tehát igen. Úgyhogy körülbelül ez az a csomag. Igen, külső rész, belső rész. Van ilyen kis ilyen átkötésnek mondhatjuk. És itt van a fülszöveg, meg ilyen információk. Tehát van még egyszer. Minecraft középkori vár, Minecraft útmutató az építéshez, Minecraft útmutató a tervezéshez. Tehát ezeket úgy tudom, hogy külön is meg lehet venni innen-onnan, de a kiadó honlapjáról valószínű nem. Ezek pedig, ez például ez a poszter, meg ez a hó és vasgólem, ez volt szerezhető meg, mert igazából ez egy doboz, amiben van három könyv. Meg ezek ugyebár. Hát, most így ennyit tudtam mondani a könyvről. Hát igen, ennyi. Úgyhogy sziasztok!